Most arra kérlek, hogy hallgass meg végre, most arra kérlek, hogy ne szakíts félbe, most arra kérlek, hogy adj nekem sanszot, ha megszólítlak, ne fordítsd el az arcot. Csak annyit mondj, hogy mit akarsz tőlem, csak annyit mondj nekem, benne nagyon bőven, csak annyit mondj, hogy tudsz-e nevetni, sok egy szeretlek, hűséges lenni, na. De ne koncertezzél itt nekem, hanem a körmeimet csináld meg. Azt hittem, a hangom jobban tetszik, mint a festésem, de akkor visszatérek a körmezésre. Figyelj, ebben nagyon jó vagy, a hangod is nagyon szép, szó mi szó. Nem kell, de jobb, egy kicsit jobban festesz. Jó, örülök neki. Azért örülök neki, mert ez a fő profilom úgyhogy. Lányok, ma csajos, ám de őszies körmöket szeretnék kérni, úgyhogy várom a tippeket. Hát nekem már van is. Na, hát gondol, ezért kérdeztem. Nekem már van is, ugyanis most már dübörögnek az új őszi színek, és arra gondoltam, hogy ezekből választok neked egyet, de még nem a nagyon sötétre gondoltam, hanem az indián nyáras. Ó, azt nyaras. Úgy szeretem. Igen. Tényleg, mert akkor már nincs annyira nagyon melege az embernek, de mégis még érzed a nyarat. Igen, igen, és hogy csajos is legyen, ezért ezt feldobjuk majd egy erős csillogással. Viszont színbe hasonló lesz a csillogás is, mint a többi körmöd, úgyhogy fantasztikus lesz, és ráadásul még egy naplementét is varázsolok a körmödre, amiben szintén teszek egy kis csillogást, úgyhogy extrán csajos leszel, és extrán késő nyári. Mik ezek az új színek, Kati? Minden évszaknak megvannak a trend színei, így a mostani ősznek is. Azt gondolom, hogy ez a gyönyörű lazac szín, amit most a körmödre helyezünk, ez is egy nagyon-nagyon trendi szín, illetve ugye ezek a fáradt színek azok, amik most uralják a színek palettáját, és majd a sötét színek egy picit később köszönnek be, illetve a nagyon-nagyon csillogó színeket is tudjuk kombinálni. Most még csak egy-egy újon jelenítjük meg, de ahogy közeledünk az ünnepek felé, egyre több újon, vagy akár az összesen megjelennek. Tehát akkor egy kicsit még nyári is leszek, mert színes leszek, de így van, már érezni az ősz fuvallatát. Így van, ilyenkor még mindig szeretnek az emberek visszakapaszkodni a nyárba, illetve megörülünk, hogyha ha kicsit melegebb van. Úgyhogy nem viselünk még annyira zord színeket. Például ez a lazac szín, vagy egy ilyen fáradt lila, padlizsán lila, nagyon-nagyon trendi. Illetve a nude színek kombinálva mondjuk egy pirossal. Kati, mivel ellensúlyozzuk a plusz kilóinkat szerinted? Milyen körmöt fessenek ma Bettina, amitől mondjuk a fenekem kisebbnek fog tűnni? Szépet. Hát vagy feltűnőt, és akkor ugye minden tekintet a kezedre. Ja, értem, és állandóan hadonásznom kell majd, hogy jól lássák. Nem, igazán, ha már a körömnek van egy pici hossza, az már nyújtja optikailag a kezet, és sokkal kecsesebb, elegánsabb tud lenni. És milyen formát választunk? Igazán formában azt gondolom, hogy a mandula forma az, amit a legtöbben szívesen viselnek, illetve azért érdemes a szakemberre is hallgatni, mert ők látják, hogy mi az a forma, ami az adott kézformához a legjobban illik. Na mi újság, Bettina, a vénasszonyok nyarával készül már? Igen, most ami készül neked, az láthatod is egyébként, hogy egy nagyon szép ilyen naplementés háttér, és előtte pedig ilyen kis buzogányok és nádak vannak, és hogy azért ne legyen ennyire ilyen természetfilm jellegű, hanem igazi csajos legyen, na ezért tettem bele még egy kis csillogós, és így aztán szerintem már tényleg ez az igazi csajos, nagyon kora őszi körmöd lesz. Na, add már ide! Jaj, de jó lett! Fú, nagyon szép lazac, naplemente, nádas, mi kellhet még? Horgászás. Horgászás. Kifogjuk a lazacot, így nem? Így van, de. Így van.